Újpestért tiszta szívvel, a hagyományok megőrzésével. A Városnapok első napján ismét ünnepélyes keretek között adták át az Újpestért díjakat, valamint az elismerő okleveleket. Augusztus. Mindenkinek mást jelent. A nyár utolsó hónapja jelzi az ősz közelettét, a diákoknak és a tanároknak a tanév kezdetét. Az újpestieknek a város életében a legrangosabb eseménysorozatot, a Városnapokat jelenti, és ennek keretében azt a díjátadó ünnepséget, melyen elismerésbe részesülnek azok a polgárok, akiket Újpest önkormányzat képviselőtestülete munkájuk, példamutató életük alapján Újpestért díjjal és az Újpest elismerő oklevéllel tüntet ki. Az ünnepségnek idén második alkalommal a város egyik legpatinásabb helyszíne, az ÁP újpesti rendezvénytér adott otthont. Az ünnepség Wintermantel Zsolt polgármester beszédével vette kezdetét, aki a hagyományok megőrzésére, Újpest sikereire és eredményeire hívta fel a figyelmet. Újpest egyre följebb lép a legjobb városok képzeletbeli rangsorában, és biztosan egyetértünk abban, hogy nem szeretnénk megállni. A meghívottak közt ott volt Újpest testvérvárosa Csíkszentgyörgy polgármestere György József is, aki már negyedik alkalommal vesz részt a jeles eseményen. Beszédében kiemelte a két város közti szoros kapcsolatot és támogatást, valamint betekintést engedett a székelyföldi település mindennapjaiba. Az elismeréseket idén is Wintermantel Zsolt adta át. Újpestért díjban részesült dr. Kálmán Mihály gyermekházi orvos, Márkus Erzsébet, nyugállományú főosztályvezető, és Petrány Imre, az UTE judó szakosztály vezetője. Elismerő okleveleket idén is többen vehettek át. Anda József Kárpitos, az Intarzia Káposztás Megyeri Nagycsaládosok Egyesülete, Kálmán István cégvezető, Nagy Dávid túrázó, Tamási Júlia, nyugállományú könyvtárvezető, Timkó Antalné, nyugállományú pénzügyi ügyintéző, az Újpesti Cigányzenekar, valamint az UTE röplabda szakosztálya. Az oklevelet átvevők köz Nagy Dávid a legfiatalabbként vehette át a díjat, aki adománygyűjtéssel egybekötött amerikai gyalogtúrán népszerűsítette Újpestet. Először is köszönöm a díjat, és ez fantasztikus, hogy én vagyok az egyik legfiatalabb, ez szó se jutok egyszerűen. Tehát itt mindenki egy idősebb korosztályhoz tartozik, és én viszont már ilyen fiatalon megkaptam egy ilyen díjat, úgyhogy csak köszönöm. Az esemény persze nem maradhatott el a díjátadás utáni állófogadás nélkül. Finom falatok, sztorizások és persze jó hangulatú estét tölthettek együtt a meghívottak. Az Újpestért díjátadó idén is itt az ÁP rendezvénytérben került megrendezésre. A díjazottaknak gratulálunk, a hangulat remek, találkozunk jövőre!